majd egy újabb híressé vált képéhez kezdett. Címe az Éjjeli csavargók, amint a reggel táján az őrjárat összefogván őket kísérik befelé a hűvösre, a kofák és egyéb publikum szeme láttára. Az Éjjeli csavargókat szándékoztam eladatlanul a bécsi kiállításra küldeni, de ezen terve meghiúsult, miután Goupil műkereskedőtől oly ajánlatot kaptam rá, amit el nem fogadni oktalan lett volna, tudnilik 40 000 franc fix és a nyereség felét. Megrendeléseim tehát nem hiányzanak, de sőt, jobban el vagyok halmozva, mint magam is óhajtanám. Néhány hónappal ezután meghalt barátja és támogatója, de Marché báró. Munkácsi 1873 nyarán eljegyezte Cecilt, a báró özvegyét. Barbizon 1873. október 4-e. Kedves szívem! Nagyon csodálkozni fogsz, hogy Barbizonból írok neked. De olyan vigasztalannak érzem magamat a kellemes utazás után, melyet tettem, hogy majdnem elviselhetetlen volt műtermemnek magányossága, és ezért fogtam bőröndömet, mely alighogy ki volt ürítve, és ide vitettem magam, ahol ismét a felséges természetben vagyok, és ahol Pált annyira megleptem, hogy most sem tud magához térni. Barbizon 1873. október 10-e. Édes, kedves, jó angyalom, e pillanatban is együtt vagyunk. Pál ír, Beckmann olvas, és én? Nos, én rád gondolok, és számlálom a napokat, amelyek tőled elválasztanak. Dolgozom az erdőn, és tanulmányokat készítek a zálogházhoz. Párizsi megérkezésedtől függ, hogy meddig maradok itt. A gyárszév leteltével 1874. augusztus 5-én feleségül vette Cecilt. A nászút többek között Magyarországra vezetett. Munkácsi Mihály néhány nap óta nejével Csabán Rök István úr nyaralójában tartózkodik. A Békés azt is jelzi, hogy október végéig fognak itt időzni. Itthon van Munkácsi egykori gyulai pajtása, később festőbarátja, Gyulai Kratokvill László festőművész is. Itt találkozott jó néhány év után ismét a már nagyra nőtt Miskával. Munkácsiné elragadtatással ír a kismegyeri rögbirtokról. Műterme bájos. A kert közepén fekszik. Nagy kedve van dolgozni. A tájék és a parasztok valóban páratlanok a maguk nemében. Megértem, hogy ide kellett jönnie, és belémerülni témái világába. Az első két hetet pihenéssel töltöttük, majd Miska lázasan dolgozni kezdett. Majdnem befejezett két tájképet. Ezek elegendők, hogy kifizessük utazásunk költségeit. Utána azzal törődött, hogy legközelebbi nagyfestményéhez tanulmányokat fessen. Nagyon szorgalmas és olyan boldog, hogy ismét kezébe vehette ecsetjeit.
Miska nagyon elkeseredett, hogy az éjjeli csavargók nem részesültek a bécsi világkiállítás magyar osztályán abban a méltatásban, mint az alkotás érdemelte volna. Megpróbáltam vigasztalni Miskát, de nagyon nehezen ment. Bújában, keservében aztán festett egy kukoricaföldet, olyan igazi, valóságos, borongós, magyar alföldi hangulattal. Én megrajzoltam, ami Miskának igen tetszett. Hát, így teltek a napok. Este húzta a cigány, ez meg a feleségének új dolog volt. 1874-ben utoljára festett Munkácsi Csabán. A körülmények úgy alakultak, hogy ezután csak ritkán látogatott haza, néhány napra valóban csak látogatóba. Párizsba visszatérve fényűző, műtermes lakást béreltek a Parc Monceau közelében. A látványosan berendezett lakás és műterem alkalmat adott a legmagasabb társadalmi körökkel, tehát a gazdag megrendelőkkel való baráti kapcsolat megteremtésére. Palotájukban hetenként egyszer délután fogadást adtak. Sűrűn rendeztek bálokat, estélyeket. Európa neves közéleti személyiségei, művészei, arisztokratái rendszeresen megjelentek Munkácsiéknál. Láthatták az új képeket. Körülbelül ettől az időtől kezdve a jobbára magyar népi életképek mellett új témát kezd festeni Munkácsi. Az előkelő társaság életét megörökítő úgynevezett szalonképeket. Ekkoriban újra kezdtek jelentkezni egykori vérbajának utóhatásai. Mozgásszervi és idegrendszeri bántalmak gyötörték. Sok ideje és pénze fogyott a kezelésekre. Párizs 1877. szeptember 13-a. Drágám, miután az éjjel szörnyű állapotban a karosszékben töltöttem, mert nem tudtam fekve maradni, nem éreztem magam a szerdei napon rosszul. Az egész nappalt, tehát jól töltöttem, de tegnap este újra kezdődtek fájdalmaim. Chris Haber visszajött és morfium szirupot adott, ezzel tömtem magam éjszaka, hogy meg ne ismétlődjék az előző éjjel. Ma nem vagyok olyan jól, mint tegnap, és mégis dolgoznom kell, mert az idő múlik. Ápolom magam, de ez ideig nem látok semmi javulást közérzetemben. Ha jobban is vagyok néhány órákig, annál kegyetlenebből rám jön aztán. Állandóan veszem ezeket a hosszas fürdőket, szóval nem élet ez. Párizs, 1877. szeptember 14-e. Kedves Cilikém, szerencsémre ma jobb hírt adhatok, mert érezhetően javulok. Különben is a doktorok mind annyira hangoztatták, hogy semmi bajom sincs, hogy kezdem elhinni. De ez nem akadályozta meg, hogy sokat ne szenvedjek. Mégis ez éjjel jobban aludtam, és remélem, hogy mostan már jobban is leszek. Chris Haber azt állítja, hogy még vagy 12 napig fog tartani, mielőtt minden elmúlik. De ez nem akadályoz abban, hogy dolgozzam, különben eddig is dolgoztam. Az 1878-as év meghatározó lett Munkácsi életére és művészetére is.
Goupil nem vette át a Miltont, mire azonnal jelentkezett Charles Zedelmeyer, osztrák születésű, de Párizsban élő bűkereskedő, és megvásárolta a konkurense által elutasított képet 30 ezer franért. Ez nagyon magas vételár volt. Sőt, 10 éves szerződést kötött Munkácsival, amelynek értelmében csak ő rajta keresztül adhatja el képeit. Munkácsi anyagilag jól járt, mert Zedelmeyer igen jó áron tudta a képeket értékesíteni, és kiválóan szervezte a reklámot Munkácsi személyére. Állandóan nagy nemzetközi kiállításokra vitte festményeit, ahol a művészt komoly díjakkal jutalmazták. A kereskedő pedig ugyanakkor komoly árakat ért el a díjazott képekkel. A bajt csak az jelentette, hogy Zedelmeyer gyakran a témajavaslatokkal is erőszakoskodott. Folytatódott a szalonképek sora. Munkácsi művészileg fontos képeinek egy része is ekkor született. Ezekért is jó árakat kapott. Szükség is volt rá, mert életmódjuk igen sok pénzt igényelt. Munkácsi gyakran aggódott anyagi ügyekben, feleségéhez írott leveleiben. Párizs, 1880. szeptember. Tegnap ismét megkaptam egy levelet a Crédit Lyonnais-tól, hogy fizessek 200 franc. Mi ez? Már annyit fizettem, hogy valósággal meg vagyok ijedve. Te azt mondtad, hogy nincsen semmi kifizetni való, hogy minden rendben, stb. És íme itt vannak. A cipész 240 francos számlával. Hitemre ez bosszantó. Bocsásd meg a kifejezést, de nem akarok mindenre gondolni, mert rossz kedve sem. Visszaadtad München kisasszonynak a Doré portrét? Ha nem, ne halogasd, könyörgöm, mert nagyon udvariatlan dolog, amit ezzel elkövetünk. Ha találkozol vele, üdvözöltetem. Zárom levelemet, és menekülök, mert félek, hogy még mindig érkeznek számlák. Ég veled, drága cilikém, cselekedj a legokosabban. Csókollak egész szívemből. A te Miskád. Csak holnap kezdek ismét dolgozni, legalábbis remélem. De ez a bankhistória mégis félelmetes. Madeleine elmondta nekem minden fordulatát. Zedelmeyer mindent eladott, most már az összes kis vázlatok kerülnek sorra. Előráncigálja minden zugból őket. Egészségem nem a legrosszabb, de ha körülnézek, egy csomó nyomorékot látok, akik mind az én jövőm képének látszanak. Elkeseredem, és hitemre jövőmet nem rózsaszínű fátyolon átnézem. Ó, hozzák a goloát, melyben a japán ünnep le van írva elejétől végig, és Madame de Munkácsi neve alá van húzva. Japán öltözéke le van írva. Hajában csillogó tűkkel, fehér tülszoknyában és színes legyezőkkel. Így volt-e? És én mindebből csak a Szabó számláját fogom látni. Nagyon sötét gondolataim vannak egész jövőm felől egészségi állapotom miatt. Minden esetre addig jutottam, hogy minden mozdulatomat méregethetem, és mindig abban a félelemben élhetek, hogy egy szép napon nem tudok felkelni. A legnagyobb reménység, melyet táplálhatok, az, hogy néhány évig nem leszek rosszabbul. De hiába remélem azt, hogy fájdalmaim kevesbednek vagy eltűnnek. De hát jöjjön az, aminek jönni kell. E pillanatban jól érzem magamat, folytatom a fürdőket, kirándulásaimat. Mindig tudnom kell, hogy beteg vagyok.
Szóval undor fog el ettől a létezéstől. De végül is, várva a rosszabbat, most nem vagyok rosszul. Drága Cilikém, megkaptam leveledet, és látom, hogy minden rendben van. Bosszankodol a kiállításom körüli pletykák miatt. Hát a színdarab írók nem vernek pénzt darabjaikkal, feltéve, hogy sikerük van. Legalább nagy pénzt tudnék verni. Kíváncsi vagyok kiállításom végső bevételére. Félek, hogy állandóan csökken. Jól vagyok, de teljes gyógyulásom teljesen lehetetlen. Tehát ezt a nyomorúságot véges végig el kell viselnem. Ez alatt, ha lassan is, de befejezi a Krisztus Pilátus előtt és a Golgota című hatalmas méretű képeit. Ezekhez a képekhez is, mint a korábbiakhoz, rendszeresen gyűjtött fotográfiákon modelleket, típusokat. Sőt, a Golgota Krisztusához őt magát is felkötözték egy feszületre a fő alak modellfotójához. Mint több nagyméretű képéről, ezekről is készítenek, Zédlmeyer rendelkezése alapján, kisebb méretű, könnyebben és ugyanakkor jó áron eladható változatokat, úgynevezett redukciókat. Zédlmeyer rábeszél, hogy menjek vele Amerikába arcképet festeni és milliómosként hazatérni. Krisztusomnak amerikai kiállításán kérődzik. Még nem talált rá vállalkozót, tehát ő maga akarja megkockáztatni. A Bécsi Császári Múzeum igazgatójához. Kolpach, 1886. július 14-e. Igen, tisztelt uram! Lelkesedéssel ragadom meg az alkalmat, hogy magam részéről minden erőmmel hozzájárulhassak az ő felség által emelt monumentum fényének emeléséhez. Mégis, ha ezt a munkát elvállalom, és azt a reményt táplálom, hogy erőmet és tevékenységemet egy művészi törekvésemnek megfelelő feladatnak szentelhetem, részemről ehhez sok időre és kiadásra lesz szükség. Ezért kérem, ne vegye zokon, ha megkérdezem, hogy az F betű, mely a becses levelében megjelölt számhoz járul, forintot vagy front jelente. Ami a megoldandó témát illeti, kérem kegyes felvilágosítását afelől, hogy az elő van-e írva, vagy művészre bízzák. Nagyon megtisztelő és hízelgő számomra az a jóságos érdeklődés, melyel a Mozartom irányában viselkedik, és túl boldog lennék, ha festményem a császári képtárban találna helyet, és nem kellene Amerikába vándorolnia. New York, 1886, november 19-e. Drága Cilikém, megérkezésem óta annyira megrohant a társaság, és mindenféle dolog, amit te megértesz, hogy lehetetlen volt eddig írnom.
E pillanatban Zédelmeyer úrnál rendezkedtem be, szemben kiállításommal, és írás közben az ablakon át szemlélem a mozgalmat, mely szemem előtt gördül le, mert a meghívottaknak szóló kiállítás 2 órája nyílt meg, és a Párizsban megszokott tumultuózus jelenetek nagy megelégedésemre megismétlődnek. Itten állok, nem hogy gyönyörködjem a jövőmenőkben, hanem hogy egy hölgy távozását megvárjam a kiállításról, akivel találkám van, hogy elmenjünk szabónőjéhez, ruhát rendelni arcképéhez. Ne beszélj senkinek sem az itteni árakról. Azt fogom mondani, hogy 80 000 fizettettem magamnak. A tegnap előtti bankett felséges volt, vagy 100 ember a pénzvilág és az értelmiség előkelőségeiből. Hétfőn utazom, hogy egy kis körutat tegyek Washingtonba, Philadelphiába, hogy megnézzem a városokat és az én síralomházamat. Ma nincsen portréfestésem. Megyek meglátogatni néhány magángyűjteményt, a Vanderbilt, a Stuart, stb. Képtárt. Zédelmeyer táviratozott nekem az arról való kérdezősködésemre, azt mondva, hogy nem hiszi, hogy 15 000 frannál többet lehetne elérni. Ezt válaszoltam. Ezen az áron semmi esetre. Szerencsés utat a hölgynek. Valóban. Nem fogom megcsinálni ezen az áron. Annál kevésbé, mert biztos vagyok benne, hogy a másik 15 000 frant Zédelmeyer dugná zsebre. Remélem, hogy a kúra használni fog. Nincsenek fájdalmaim, de nem alszom. Ne félj, iparkodni fogok, hogy érdekeimet megvédjem Zédelmeyer és társasága ellen. Ha tudnám, hogy nem lesz bajos nekem az eladás, nem újítanám meg a szerződést. De majd meglátjuk. Drága Cilikém, itt van egy 1000 frankos csekk, de szemrehányás nélkül mondom, nagyon kérlek, gondolkozz és számolj, mert nagyon takarékosaknak kellene lennünk, és különben se költekez nagyon kolpahon. Más években, midőn a ház tele volt vendégekkel, felét költöttük. Idén a megszállás csak 2 hétig tartott, és neked még 3 000 frankod volt, de ide csak úgy zúdulnak mindenfelől a számlák. A biztosítás nincsen kifizetve, Huber sem, a házmester szeptemberi fizetését kérte. Szóval nem tudom, hogy hogy kellene csinálni. Nem e pillanatra vonatkozólag vannak aggodalmaim, de későbbre. Zédelmeyerrel, akinél tegnap ebédeltem, a szerződés nem újítódik meg. Barátaim felbíztatására elmentem tisztelegni Munkácsihoz. A bécsi nagy mennyezet képének vázlata előtt ült éppen. Honnan jövök, mi járatban vagyok. Kiteregette az összecsavart rajzlapokat, egyenként hosszasan nézegette őket. Talán aktjaimat nézve, a plafonképre aktokat tervezve, arra gondolt, hogy a részletekben is segítségére lehetnék. És mikor a műterembérlés került szóba, azzal a kérdéssel lepett meg, hogy hát ez az ő 11 méteres pompás ateliéje, melyben a nagy Krisztus ciklust festette, nem elége kettőnknek. Majd csak megférünk benne valahogy. Ha nem, most már gyerünk enni. És mentünk enni, ma is, holnap is, naponta. Úgy tűnt, hogy az ebédre invitálás állandósítását a legtermészetesebb dolognak tartja, de Istenem, az ilyesmibe egy szegény fiú a dús gazdag házánál végére is beleszokhatik. Dolgoztam is neki. Egy kisebb képét festettem, másoltam nagyobb képe után, amelynek ismétlésével őt olyan valaki bízta meg, aki boldog volt, ha művészi pályájának épp akkortájt zenitjén lévő mestertől egy másolatot megszerezhetett. Több kisebb másolat közül egy nagyobbat aztán szép honoráriummal jutalmazott. Voltak később a képek közt olyanok, melyekkel a mester úgy látszik meg volt elégedve, mert csak néhány ecsetvonást húzott itt-ott beléjük. Vagy éppen csak a nevét írta alájuk. Párizs,
1888. október 21-e. Drága Cilikém, megkaptam leveledet, és sietve küldöm ezt a pár sort, hogy eloszlassam azt a fanyar mellékízt, melyet tegnapi levelemből megéreztél, mert annak látszhatott, ami éppen nem akart lenni, szemrehányásnak. Te tudhatod, hogy öregedvén szeszélyessé váltam, s ha csekkönyvemből kitépek egy lapot, az olyan formán hat rám, mintha néhány hajszálat kitépnének üstökömből, mely amúgy is ritkulni kezd, legalábbis te ezt állítod, és tegnap számos lapot kitéptem, ami fájt nekem, és ezt meg akartam osztani törvényes hitvesemmel. Így történt, hogy bosszúságaim és gyötrelmeim visszhangját te is megérheted. Gyötrelmek ma még nincsenek e pillanatban, mint tegnap is mondtam neked, mert e pillanatban meg vagyok nyugodva. Tegnap ismét ott ebédelve megcsináltam a számadást, és eladtam összes képeimet, nem ragyogó áron, de mert szeretem a tiszta helyzeteket, ahogy jónak láttam megtenni. ...1891-ben kezdett modelleket gyűjteni a honfoglaláshoz. Az a kérdés, hogy hová függesztessék a honfoglalást ábrázoló képem, nem létezhetik, miután a kép direkt az országház nagy terme, azaz a gyűlésterem számára volt megrendelve. Igaz, hogy Steindl építész úr először, miután az ő terve már meg volt állapítva, vonakodott azt megváltoztatni, de komoly és közös megbeszélés folytán Steindl úr és gróf Tisza Lajos között teljesen beleegyezett, és maga adta a fal területének, hova a kép függesztetni fog, méreteit. ...1893-ra a kép elkészült, de helye az új országház még nem. Először a Nemzeti Múzeumban lévő felsőházi ülésteremben helyezték el, majd a parlament építkezésének befejezése után sajnos egy viszonylag kisméretű terembe került. Párizs, 1895. július 9-e. Drága Cilikém, javában készítettem podgyászomat, hogy szerdán este elutazhassam. Erőm végén vagyok, és nem bírom tovább. Arról szó sem lehet, hogy társaságba járjak. Egy percig Pomár hercegnőnél voltam, de mekkora a forróság, és én még szaladgálok. Nem is volt erőm Montok Gudó hercegnőt meglátogatni. Szerencsétlenségemre egészségem sok kívánnivalót hágy. Egész idő alatt fájdalmaim vannak, és egyáltalában nagyon rosszul érzem magamat. Mindez semmiképpen sem tesz vidámmá. Emellett a jelzálog hitelbank pörrel fenyeget. Hogy fog mindez kibogozódni, nem tudom. De nem is akarok rá gondolni. Elkészült az utolsó nagyméretű kép, az Ecce Homo. A három óriási méretű Krisztus kép csak napjainkban, több mint 100 évvel születésük után kerültek közös kiállítóterembe, a debreceni Déri Múzeum dísztermébe. Így érzékelhető igazán a három kép mérete. Az Ecce Homo pesti bemutató kiállítása óriási protokolleseményként zajlott. A kiállítás megnyitásának napján nagy díszben kellett megjelenni a véletlen szeszélye szerint, ragyogó napon és kék ég alatt, amitől én annyira félek. Egy nagy estély Aponyi grófnál, az udvarmesternél,
ahol a király és Ausztria-Magyarország egész magas arisztokráciája megjelent. Aztán a híres fogadtatás és bemutatkozás az udvarnál, nagy díszelőadás az operában, az udvar jelenlétében, díszmagyarban. Végül egy előadás szintén a király jelenlétében, az akadémián, díszmagyarban. Milyen híjúság ez! De végre is mindez, amitől rettegtem, jól sikerült. Kivéve az udvari fogadtatást, hol a felségek bevonulása után a nagy teremben, hol össze volt gyülekezve az egész világ, amelyet elképzelhet magának ilyen alkalomból, és hol a felséges asszony a legbecsesebben kifejezte abbeli megelégedését, hogy visszajövök Budapestre. Nos, akkor én kénytelen voltam a hőség miatt elhagyni ezt a szép termet, és az esté hátra levő részét a nagy lépcsőházban töltöttem. Fölséges alabárdosok két sora közt, mely a lépcsőn állott, és lestem a pillanatot, mikor láthatom meg Munkácsi asszonyt kijönni, hogy távozhassunk. De múlt az idő, és másfél órán át ebben a helyzetben voltam. Fellejártam a lépcsőn. Miután az ünnepségen rosszul lett, azonnal Baden-Badenbe vitték gyógykezelésre. Az első napokban nagyon aggódtam egészségem tekintetében, mert ruhamaim voltak, de biztosítottak afelől, hogy ez a levegőváltozástól van. Valóban. Most már meg is nyugszom, mert sokkal jobban vagyok. És remélem, hogy olyan feltétlen nyugalom, mint itt, meg nem határozható időn belül meg fog gyógyítani. Baden-Baden, Dr. Frey Gilbert Szanatórium, 1896. július. Drága Cilikém, ami Boáé úr levelét illeti, válaszol neki, hogy nagyon meghatott a buzgalma, hogy egy viszonylagosan a rövid határidőn belül befejezéshez segíteni emlékirataimat, de sajnos nem hiszem, ha csak valami csoda be nem következik, hogy olyan állapotban lennék, hogy folytathassam elbeszélésemet. Tehát csak annyit ígérhetek, hogy amennyiben a tudós orvosok ismeretei visszaadják az egészségemet és az erőt, hogy elevenen tudjak gondolkodni, beszélgethetünk. Most a legutolsó megjelenő rész végén meg kellene jegyezni, hogy itt az emlékiratok befejeződnek, de Munkácsi úr megígérte, hogy mihelyt újra munkához láthat, folytatni fogja. És be is fejezi őket. Nem. Én nem akarok belévezni a sötétségbe. Ezen a legfehérebb öltözékemet készítse. A szép fogat ügetve álljon elő. Egy negyed óra múlva a szerencsétlen szegény szenvedő végigmegy a felséges sétányon, a boldogság tanyáján, és azt a hitet ébreszti a járókelőkben, hogy egyike a legboldogabbaknak, aki vígan rohan élvezni a végtelen, a valaki teremtette nagy és szép világot. Negyedet van már. Jaj, nehogy elmulasszam a sétámat. Sétákra azonban már nem volt idő. Rövidesen átszállították a Bonn melletti Endenikben lévő ideggyógyintézetbe. Teljes elborultságából többé már nem tért magához. Hála Istennek az élet olyan hosszú, hogy még a festőnek is van ideje a mesélgetésre. Most hát ismerik a kisinas történetét. A kisinas éppen olyan hűséges mesemondó, mint amilyen járatlan az írás tudományban. A néha hibázott, és nem találta el mindig a hangot. Bocsássanak meg neki. Csak a toll az oka, amely az ő kezében
nem olyan alkalmas az élethű ábrázolásra, mint a festő ecsetje. Thank you.